Somló Tamás mellszobrát avatták fel a szigetvári vigadó előtt. A 2016-ban hosszantartó betegség után elhunyt zenész évtizedeken át volt aktív részese a szigetvári zenei életnek. Az ünnepségen legjobb barátai és kollégái emlékeztek meg róla, többek között Demjén Ferenc, aki elmondta, hogy egy szeretnivaló csupa szívembert ismert meg a művészben. Nem lehetett ráharagudni egyszerűen, azért nem, mert nem volt értelme. Szóval, ha haragudtunk volna, akkor is olyan pofát vágott. Nem szól egy szocsát, nem érdekli. Szóval lepergett róla minden, ami amúgy nem tetszett nekünk néha. De ilyesmi se volt, mert már megszoktuk, és egyszerűen akkor lett volna baj, hogyha nem csinál valamit rosszul. Emellett a srác az valami hihetetlenül szívember volt, szóval kifejezetten sugárzott belőle az a szeretet majdnem mindenki iránt. Sőt, hogyha nekünk valami nem tetszett, akkor ő ezt megtonfolta azt, hogy de az nagyon jó volt. Hát mi gondoltuk, hogy persze csak barátság volt valami miatt mondja, de tényleg igaza volt, hogy tulajdonképpen majdnem mindenkit inkább jó szavakra kellene dicsérni és megtartani magunk körül, nem pedig ellenségeskedést szőteni ráadásul a zenészek között, ami hát nagyon ritka, de azért előfordul. Mindenesetre őt nem hiszem, hogy valaki nem szerette. Frerejsz Károly elmondta, hogy a most felszólalt emlékezőkkel és Somló Tamással nagyon szoros kapcsolatban álltak. Ha rá gondol, mindig a mosoly jut eszébe. Rendszeresen az volt, hogy este 10 órakor megbeszéltünk egy randevút, és a éjjel 2-re megérkezett, körülbelül ez volt az átlagos késésem. És akkor hol voltál? Meglátogattam anyámat, mikor? 1 óra körül, és akkor utána jöttem ide. Ez rendszeres volt, és szóval ő egy igazi natúr hippi volt, aki tulajdonképpen semmivel nem törődött. Ő ezt az egész életet úgy nézte, hogy itt nincs semmi fontos dolog, itt az embernek élni kell az életét, csinálni kell, amit szeret, a barátaival, a barátnőivel, feleségeivel, stb. Kell az egészet csinálni. Mi tulajdonképpen 4-en a Rózsival, a Charlie-val együtt nagyon sokszor voltunk privátin is. Nagyon sokszor voltunk, lehetőségünk volt Rózsi koncerten, vendégként felléptünk mind a 3 egyszerre, vagy külön-külön. És ez egy összekötött minket, és Tomival mindig kerestük a kapcsolatot, kerestük a barátságot, tehát a koncerteken és a melón kívül is nagyon sokat. Horváth Charlie, akivel gyerekkoruk óta ismerték egymást, azt mondta, az egyik legfelismerhetőbb tulajdonsága a késés volt, de ezt sosem rótták fel neki. 8-kor volt a vacsora nálam, és megérkezett reggel 3 órakor. Őket a Károlynak hívott, mindig is Károly voltam neki. Mondta, Károly, megjöttem, engedj be. Mondom, menjél haza. Na jó, akkor elmegyek a mutárhoz. Nagyon szerettem, nagyon-nagyon hiányzik. Az én lakásomban ott van a fényképpen. Nagyon sokat voltunk. Tehát ha jön neki, hogyha volt valami bulija, akkor mindig meghívott. Én nekem több volt, és nagyon sokszor meghívtam. Kint voltam Amerikában, kimentünk Londonba, Rózsival, amivel kimentem, mikor már beteg volt, az volt az utolsó történet. Nagyon szeretett kint lenni, mindig, amikor kimentünk Amerikába, mondta, hogy na most be fog futni. De Tomika, de hol? Nagyon szerettem, és ott van velem, úgyhogy mikor felkelek, akkor ránézem. Hegedűs D. Géza is felszólalt. A művész elmondta, hogy pályájuk elején még együtt is dolgoztak a színházban. Ugyanis Vígszínházi kezdőkorom első pillanataitól kezdve éveken át együtt játszhattunk egy színpadon. A Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadásunkban. Ő volt az egyik hangszeres énekes varázsló a színpadon, az előadásban velünk együtt szereplő LGT-ben. A zenekar kíséretével szólaltak meg az örökké valóságig megmaradó nóták, a Valaki mondja meg, a Ringasd el magad, a Hogyan mondjam el neked és a többi dal. Bejártuk az előadással Európa keleti részét, a depresszióba süllyedt Prága, Pozsony, Bukarest, Kelet-Berlin, Lipcse, Weimar közönsége,
a popfesztivált látva halva egy-egy estére kiszabadulhatott a szellemi karanténból. Bukarestben az öltöző ablakainkon át szöktettük be a jegy nélkül maradt nézőket, de Prágában ezt nem tehettük, mert ott annyian maradtak jegy nélkül, hogy kint rekedt még egy teltházat megtöltő közönség. Egyszerűen nem fértek be a színházba, de nem mozdultak a színház előtti térről. A mellszobor felavatása mellett további meglepetéssel is készültek a vendégek számára. A Vigadó melletti kis térnek ugyanis eddig nem volt neve, így mostantól a Dr. Somló Tamás tér névre hallgat. Ezt a táblát is leleplezték az ünnepségen.